Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Most kedves nézőink, abban nyilván egyetértenek velem, hogy az agrárgazdaság egyik motorja az állattenyésztés. Az állattenyésztés gazdasági szempontból is rendkívül fontos számunkra, így nagyon nagy veszélyt rejtenek magukban a különböző állatbetegségek, mégpedig azért, mert hogy ezt egész Európában, sőt az egész világon nagyon komolyan veszik a hatóságok. Ezért aztán most láttam idejét annak, hogy meghívjam körünkbe Szibert Gergelyt, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerbiztonság és főnövelési főosztályának vezetőjét, megyei főállatorvost, hogy beszéljünk ezekről az állatbetegségekről, hiszen ez nem csak a gazdaságra, hanem a személyes életünk, a köznapi ember életére is hat. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Így van, minden tavasszal az állategészségügyi hatóságnak egyik fontos feladata, hogy azokat a betegségeket újra ellenőrizze, amelyektől Magyarország már vagy mentes, vagy Magyarországon még nem is fordult elő, vagy sajnos Magyarországra is mondjuk megérkezett. Így a különböző állatfajokban úgynevezett felmérő vizsgálatokat fognak végezni szakembereink, amivel azt próbáljuk felmérni, hogy a megyénk a különböző állatbetegségek szintjén hogyan is áll. Igen, hát a mezőföld szívében még különösen jó helyzetben vagyunk, hiszen növénytermesztésben és állattenyésztésben is az ország kiemelkedő térsége a miénk. Úgyhogy menjünk sorban, én azt javasolnám, madárinfluenza. Ugye természetesen, mondom ezt idézőjelben, nem kímélt meg bennünket az elmúlt esztendőben. Mit kell tudnunk a madárinfluenzáról? Így van, a madárinfluenza egy nagyon súlyos betegség, amely ugye a madarakat, a házi szárnyasokat érintheti. Fejér megyébe szerencsére a házi madarak nem fertőzöttek meg ezzel a betegséggel, viszont madmadárban mi is ki tudtuk mutatni ezt a vírust. Szerencsére a tavalyi évben Magyarország mentesült ettől a betegségtől, de hát a vadmadarak vonulásával újra visszajöhet, ezért az országos főállatorvosnak a határozatainak egy része továbbra is életben van, így a zárt tartásra, zárt etetésre való kötelezettsége valamennyi madártartónak fennáll. Mi történik akkor, ha valaki észlel egy ilyen betegséget? Egyáltalán hogy lehet felismerni? Egy köznapi ember számára, bár állattenyésztő, nem lehet egyszerű, mondom én. Hát nagyon fontos az, hogy akinek állatállománya van, mindenképpen állatorvosi felügyelet alatt legyen az az állatállomány, és amennyiben megbetegedést vagy hirtelen elhullást tapasztal, akkor értesítse arról az állatorvost, az állatorvos pedig meg fogja vizsgálni vagy az elhullott állatot, vagy a megbetegedett állatot, és ő már tudni fogja, hogy ki tudja zárni ezt a betegséget, netán megállapít egy másik fajta betegséget, vagy ha bizonytalan ebben a kérdésben, akkor mintát tud küldeni a diagnosztikai intézetbe. Mi történik, ha az intézet megállapítja, hogy ez valóban madárinfluenza? Mi történik a többi állattal, mi történik a környezettel? Hát amennyiben a madárinfluenza vírusa kimutatásra kerül egy állományban, akkor azt az állományt a lehető leggyorsabban vértelen úton ki kell írtani, mert az a lényeg, hogy ez a betegség ne terjedhessen tovább, és utána pedig a kijelölt körzetekbe különböző fokú járványügyi intézkedések lépnek életbe, így egy kilométeres, három kilométeres körzetben egyrészt a madárállományok felmérésre kerülnek, vizsgálatra kerülnek, hogy nem fertőzöttek-e meg ezzel a korral, és az állatszállítások is korlátozás alá fognak esni. Mi történik a fogyasztókkal? Tehát utána lehet-e járni, hogy adott esetben, illetve hát ez nem fordult elő, hogy az állatorvos figyelmét ez elkerüli? A már kész terméknél? Azt gondolom, hogy ez nem lehetséges, ugyanis vágásra csak egészséges állatok kerülhetnek, és már a gazdától is csak állatorvosi bizonyítvánnyal kerülhet ki egy állatszállítmány. Utána a vágóhídra való megérkezésnél is
a hatóság emberei várják, vizsgálják, és hát a húsvizsgálat az utolsó, úgymond állatorvosi vizsgálaton is át kell, hogy essen az a szárnyas annak a húsa. Tehát az élelmiszer az biztonságos kell, hogy legyen. Van valami protokoll arra, hogy hogy lehet utána újra kezdeni? Tehát hogyan lehet egy újabb állományt felépíteni? Azon felül, hogy persze nyilván meg kell vásárolni, stb. Természetesen, hát nagyon fontos az, hogyha egy ilyen betegségtől mentesült az a gazdaság, akkor utána egy megfelelő takarításon és fertőtlenítésen essen át, utána egy bizonyos várakozási idő után csak az állategészségügyi hatóság engedélyével telepíthető újra az az állattartó telep, és nagyon lényeges, hogy a betelepítendő állatállománynak szintén mentesnek kell lennie ettől a betegségtől. Ez egyébként fogyasztással veszélyezteti az egészséget? A Magyarországon levő madárinfluenza vírus az emberre nem terjed át. Hála Istennek tehetjük hozzá, bár nem kívánjuk, de ugye az elmúlt esztendőben előfordult már, hogy végig söpört az országon a madárinfluenza, bár a megyére ez sem jellemző. Köszönhetően az önök munkájának, viszont menjünk tovább. Kergemarhakor mondjuk mi. Így van, ez az úgynevezett kérődzők BSE betegsége, amely szintén néhány évvel ezelőtt komoly problémát okozott egész Európában. Szerencsére Magyarország megfelelően védekezik, illetve megfelelő úgymond járványügyi monitoring rendszert alkalmaz erre a betegségre. Így valamennyi 24 hónaposnál idősebb szarvasmarha agyvelő része megvizsgál, elhullott szarvasmarha vagy leölt szarvasmarha vizsgálat alá kerül, és a jó, illetve kecske állományok, amelyek ugye szintén kérődző állatok és megbetegedhetnek, azoknak is bizonyos százaléka vizsgálat alá kerül, és így próbáljuk mentesen tartani az országot. Emellett a kérődzők melléktermékei úgynevezett első kategóriás hulladéknak számítanak, amely a megsemmisítés módjára is kötelezettséget ró mind az állattartóra, mind a megsemmisítést felügyelő vállalkozásra. Mi hozza a vírust? Hogy terjed? Hát ugye ez nem egy vírus, hanem egy vírusnál is kisebb partikula, úgynevezett prion, és sokféle módon terjedhet, és sajnos fennmaradhat. Ezért is fontos az, hogy elégetéssel, illetve ennek megfelelő módon 133 Celsius fokon megfelelő nyomás mellett tulajdonképpen pusztítsuk el azt a mellékterméket, amiben akár még lehetne is. És ez hogy vonatkozik a tejre, hiszen a tejtermékek is veszélyeztetettek ilyenkor? Mivel Magyarország mentes ettől a betegségtől, így természetesen a tejtermékek is mentesek, és mindaddig az élelmiszerrel nem lesz probléma, amíg mindenki a megfelelő helyen szerzi meg, és csak ellenőrzött élelmiszert, illetve ellenőrzött helyről vásárolja. Most egy közbevető kérdés, mert folytatjuk természetesen. Az élelmiszerbiztonságra vonatkozó jogszabályok, törvények mennyire EU-komfort törvények? Teljes mértékben, mint ahogy a magyar jogszabályok harmonizáltak az uniós joggal. Ugye 2008-ban született meg a 46-os törvény az élelmiszerláncról, és ez már akkor egy úttörő volt egész Európában, hogy mind a termőföldtől az asztalig egy egységben képzeli el az élelmiszerláncot. Ennek ugye egy része az állattartás, illetve az állattenyésztés, de ahogy mondtam, a termőföldtől az asztalig szabályozza, és megfelelően szigorúan szabályozza ezt a termelési módot. Általában, amikor egy betegség terjed, akkor valahonnét jön, hiszen mi Európa közepén élünk. Úgyhogy figyelnek-e a hatóságok? Tudom, hogy igen, csak hogy miként teszik ezt, ez a kérdésem, arra, hogyha a szomszédos országokban történik valami, az óhatatlanul is eljut hazánkba is. Tehát ezt külön kell figyelniük? Tehát teszem azt, Szerbiában, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában történik valami fertőző állatbetegség, akkor az óhatatlanul is beszivárok, ha úgy tetszik,
hazánkba is? Hát meg kell különböztetnünk ugye azokat a betegségeket, amelyek úgymond határokon átívelőek, tehát amivel nem tudunk szigorú határzárral elejét venni. Ezek ugye vírusos, bakteriális betegségek, amelyek az élő vadállatokkal, vagy akár rovarokkal terjedhetnek. Természetesen ilyen betegségek esetében egy megfelelő monitoring rendszer tartanak fent a hatóságok a határok környékén, vizsgálják. Ilyen lehet például az úgynevezett szarvasmarhák bőrcsomósodáskorja, amely Szerbiában ott van, szúnyogok terjesztik, de hál' Istennek Magyarországra nem érkezett még meg. Ez nagyban köszönhető annak, hogy Szerbiában vakcináznak ellene, tehát az ottani állatok már ellenállóak ezzel a vírussal szemben, de hát természetesen a szúnyognak nehéz megtiltani azt, hogy átrepüljön az országhatáron, ezért megfelelő vizsgálatokat, felderítő vizsgálatokat kell végezni. Vannak olyan betegségek és olyan járványok, amelyek élőállatszállítással terjedhetnek. Ilyenkor természetesen az ország megfelelő védőintézkedéseket vezet be, tehát például megtiltja az élőállatok forgalmát abból az országból, abból az ország részből, amely fertőződött, vagy kijelöl olyan állományokat, amely bár az ország fertőzött, de bizonyos állatállományok nem fertőzöttek, és ilyen esetben lehetőség van arra, hogy azokból az állatállományokból közvetlenül érkezzen be élő állat. Értem. No, akkor Széchenyi után szabadon, essék szó a lovakról, mert hogy nagyon-nagyon fontos számunkra a lótenyésztés is. És azt hiszem, hogy azok a betegségek, amelyek ezt az állományt támadják, is nagyon komolyak lehetnek. Így van. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a lovas turizmus, illetve a lovak adásvétele már nem csak országon belül, hanem az országok között is nagyon virágzik. Egy érdekes, most már inkább úgy mondanám, hogy kettelésből tartott állatok közé sorolhatók a lovak. Legtöbbjüket sportcélból, illetve hobbi állatként tartják, és épp ezért nagyon sok pénzt hajlandóak a tulajdonosok kifizetni, és a világ bármelyik részéről szívesen hoznak be lovakat. Ezért kell nagyon odafigyelni egy-két olyan fertőző megbetegedésre, amelyre évente vizsgáltatni kell a saját lóállományunkat, és ezt a hatóság ellenőrzi is, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezte egy lótulajdonos. Itt gondolni kell például a fertőző kevésvérűségre, amely néhány évvel ezelőtt komoly problémát okozott a hazánkban is. Romániában sajnos ott van ez a betegség, így nagyon oda kell figyelni, hogy Romániából csak meghatározott állományokból hozhatók be lovak, és bár tudom, hogy ugye a Románia az unió része, tehát a szabad áruk áramlása az itt is él, de a lószállításhoz megfelelő bizonyítványokkal kell ellátni, ahol igazolják mind a különböző oltásokat és a különböző betegségektől való mentességeket, és mondom, ezen túl még meghatározásra kerültek olyan rakodók, ahonnan Romániából érkezhet be ló. No, akkor megérkeztünk tulajdonképpen ahhoz a témához és ahhoz a betegséghez, ami a napjainkban azt hiszem, hogy kiemelt figyelmet érdemel. Én végiglapoztam, az afrikai sertéspestisről van szó. Megnéztem az újságokat az elmúlt időszakban, hiszen erről már beszéltünk az elmúlt évben is, és 2017 októberétől számtalan cikket véltem felfedezni, és mind a keleti határrészhez kapcsolódott, egyrészt Románia, Ukrajna és Szlovákia, hogy kiemelt figyelem kíséri a vaddisznókat, mert hogy a sertéspestis alapját ők képezik, tehát ők hordják be, és most április 21-én a Nébih labor kiadta a határozatot, hogy ugye találtak Heves megyében, kimondom, hiszen itt van előttem ez a papír, egy fertőzött hullát,
Ilyenkor az állategészségügyi szakemberek mit tettek? Azt tudom, hogy a gazdasági szakember azt tudja, keresztet vethet ettől a pillanattól kezdve az exportra. Ez helyek közel így is történt, hiszen azóta április 28-án szintén volt egy ilyen eset. De mi a dolga akkor önöknek, önnek? Itt Fejér megyében, hangsúlyozom. Az ország megpróbált erre a vírusra felkészülni. Már 2007 óta megérkezett Európa határaihoz, igazából először Grúziában, illetve a Kaukázus területéről terjedt a vírus, és Európában legelőször Lengyelország, Litvánia, Lettország területén mutatták ki, és folyamatosan jött keletről nyugat felé. A vaddisznók terjesztik, tehát nagyon nehéz neki határt szabni. Ezért is rendelte el az országos főállatorvos már hónapokkal ezelőtt azt a szigorított ellenőrzési rendszert, amellyel mind a vaddisznó hullákat ellenőrizték, és ellenőriztük, mert Fejér megyében is kötelezettségeket rótt ez a határozat, illetve mivel a vírus annyira ellenálló, hogy a nem hőkezelt termékekben hónapokig, akár fél évig is fennmarad, ezért egy egyszerű kolbászos szendvicssel is, hogyha nem megfelelő ellenőrzött húsból készült az a kolbász, akkor bevihető, tovább vihető ez a vírus, és így a betegség terjeszthető. Igen, de azt ér, az emeljük ki, hogy emberre nem veszélyes. Tehát természetesen nagyon lényeges, hogy ez csak a házi sertések és a vaddisznók megbetegedését és elhullását okozza. Emberre ez a vírus nem veszélyes, de súlyos gazdasági kárt okoz, amely gazdasági kár az kettős, egyrészt az elhullásból, illetve hogyha egy házi sertés állományba felüti a fejét, akkor ott vértelen úton való leöléssel szintén kár keletkezik, bár ezt a kárt az állam megtéríti, mert kártalanítást fizet azoknak a gazdáknak, akik önhibáikon kívül estek bele ebbe a betegségbe, de a indirekt módon a gazdasági kár, ahogy ön is mondta, az exportból való kizárás, tehát a különböző országok, hogy mentsék a saját vaddisznó, illetve házi sertés állományukat, kizárhatják Magyarországot az exportból, igen, az élőállatból is, és vagy a hús, tehát az élelmiszer exportból is. Ez minden országnak a szuverén joga, hogy milyen termékeket, illetve milyen élőállatokat bocsát be. De azt azért Fejér megyeiként látni kell, hogy ahogy mondtam is, keletről nyugat felé terjed ez a vírus, így az ország tulajdonképpen három nagy területre lett osztva, a magas kockázatú, a közepes kockázatú és a kis kockázatú területek. Mi Fejér megyében a kis kockázatú területbe tartozunk, így bár vannak feladataink, de még nem annyi vagy nem olyan, mint a magas kockázatú területeken. Nagyon fontos, hogy valamennyi elhullott vaddisznó hullából mintát kell küldeni. Itt komoly felelősség van a vadászati joggal bírókon, illetve magakon a vadászokon, hogy jelentsék az elhullott vaddisznókat, még ha azt egy autó is ütötte el, ugyanis beteg, tehát nem feltétlenül egészséges vaddisznót ütel ez az autó, és ezért valamennyi vaddisznó hulla vizsgálatra fog kerülni. Nagyon fontos feladatot ró természetesen a házi állat, a házi sertéstartókra is, legyenek azok kis létszámú tartók, vagy nagy létszámú tartók, mert amennyiben betegséget vagy a betegség tüneteit tapasztalják az állatokon, vagy hirtelen elhullást tapasztalnak, azonnal jelenteni kell az állategészségügyi hatóság felé. Igen, ez nyilván vonatkozik az erdőjárókra, és nem különben, sőt kiemelten a vadászokra. Ilyenkor az állategészségügyi hatóság, a Vadex-szel például olyan együttműködési megállapodást köt, amelynek mentén a vadászok, akik azért ott vannak a területen mindig, azonnal kötelesek jelenteni, ha bármilyen olyat tapasztalnak, ami nem odaillő.
Természetesen az országos főállatorvosi határozat az egy jogszabályértékű határozat, feladatokat ró a vadászati joggal rendelkező társaságokra, illetve magukra a vadászokra is, amelyeket be kell tartaniuk, de emellett a száraz jogszabály mellett személyes kapcsolatban is állunk a vadászokkal. Néhány hete volt a vadászati kamara rendezésében egy konferencia, ahol a szakembereink elmondták, hogy mik is azok a feladatok, amelyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy lehetőleg ne jusson be a vírus, vagy ne terjedjen tovább ez a vírus. Ugyanis nagyon fontos dolog, hogy aki vendégvadászaton vesz részt, akár a keleti területen, vagy akár Heves megyében, már ahol megengedik, mert ugye ahol kitör ez a járvány, ott nagyon szigorú szabályok vonatkoznak magukra a vadászatokra is. De aki vendégvadászaton vesz részt, az utána fertőtlenítse azt a ruhát, amiben részt vett, fertőtlenítse az autóját, amivel részt vett benne, hogy a megyék között ez a betegség lehetőleg ne terjedjen, vagy ezt a terjedési módot legalább tudjuk kizárni. Tehát én úgy gondolom, hogy a beszélgetésből leszűrhetjük, hogy egyrészt olyan jogszabályok védik az állattenyésztésben veszélyeztetett fajokat, hogy azzal nincs semmi gond, és ráadásul hát önök is itt vannak, és a névik nem különben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha bármi történik, természetesen fogunk róla szót ejteni, de most ezek a betegségek voltak azok, amelyek kiemelten a központi figyelembe kerülnek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. És kedves nézőink, köszönöm önöknek is, hogy megtiszteltek. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.